Magyarországon a szülések körülbelül 9%-a koraszülés, évente tehát körülbelül 7-8 ezer új szülött koraszülöttként jön a világra. Intenzív terápiában részesülnek az oxigénhiány, illetve fejlődési rendellenességgel született csecsemők is. Hogy hogyan segíthet az élőzene ezeknek a sérülékeny csecsemőknek a legalapvetőbb életfunkcióik stabilizálásában? Erről beszélgetünk Kovácsné Testléri Beáta zeneterapeutával, aki erről a programról írta egyébként a szakdolgozatát. Sok szeretettel köszöntjük a stúdióban. Jó napot kívánok! Mikor és hogyan indult a Te hangodat ismerem kapcsolatfókuszú perinatális zenei módszer? Hát 2014. január 9-én indult tulajdonképpen a módszer. Egy felkérésre a módszert megálmodó hazai tímea, ő ilyen dalos foglalkozásokat tartott óvodáskorúaknak, és a Sote klinikán, a perinatális intenzív centrumban kérdezte meg a főorvos, hogy ugyan nem csinálna-e kisebbeknek is ilyen hasonló módszert, és elkezdtek gondolkodni, és kidolgozták ezt a módszert, hogy mi az, ami nem bántja a koraszülötteket, hanem ami segíti őket, és hogyan kell ezt megfelelő módon elvégezni. És milyen hatása van az élő énekszónak és hangszerjátéknak a gyermekek állapotára? Hát erről már most már elég nagy a nemzetközi irodalom, de nagyon nehéz vizsgálni hivatalosan, tehát klinikai vizsgálatokban, hiszen nagyon nehéz ugyanazokat a körülményeket biztosítani. Ennek ellenére az a tapasztalatok alapján egyértelműen látható, hogy a fizikális egészségükre is pozitív hatással van. Például nagyon szembetűnő az oxigénszaturációnak a stabilizálása, a vérnyomás stabilizálása, ez olyan szinten szembetűnő, hogyha bemegyünk egy kórteremben, akkor sok esetben látjuk azt a műszereken, hogy ezek beállnak egy megfelelő értékre. Fontos, hogy milyen zene legyen, hogy akusztikus, akár elektronikus, vagy inkább a komoly zene, szóval egy műfajilag is meg van határozva, hogy melyek segítik legjobban a fejlődést? Igen, valamilyen szinten fontos. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket túl stimulálni. Tehát a túlzottan erős, túlzottan bonyolult, gyors zene, az nem biztos, hogy jó hatású, hanem inkább ellentétes hatást is válthat ki. Viszont az, hogy gépi zene, tehát felvételről, vagy pedig élő zene, erre is folynak kutatások. Az élő zene felé hajlik a szó, de sokszor nem is a zene miatt, hanem az ember miatt, aki ott van. Tehát az a kapcsolat, ami az emberrel alakul ki, inkább azért. Tehát nem a zene más. A program ban a nagyon egyszerű kis gyermekdalokat énekelünk, mert ezek nem tudják túl stimulálni a gyerekeket, és ami nagyon fontos, hogy nekünk nagyon célunk az, hogy az édesanyákat bevonjuk. Ezért is az alapítvány neve a Te hangodat ismerem. Az édesanya hangját ismeri, az a legjobb hatású. És ha ilyen óvodáskorban tanult kis dalokat énekelünk, akkor arra még ők is emlékeznek, és akkor egy-két alkalom után általában szépen halkan is, úgyhogy a baba hallja, de bekapcsolódnak, énekelnek velünk, és a babának ez nagyon fontos. Tehát nem csak hogy az emberi hang, hanem főleg az édesanya hang, és van, hogy édesapák is beszállnak? Igen, nagyon jó. Például voltunk, ott csak hospitálni voltam, de ikerpár, és benn volt édesapa, édesanya, és az egyik ikerpár a édesapa ölében, másik az édesanya ölében, hiszen legtöbbször a kengurúzás módszerrel kombináljuk, ha csak lehet, ami önmagában is egy nagyon fantasztikus módszer, ez a bőr-bőr kontaktusa szülő, illetve a gondozók és a baba között, és ha ezt ezzel kombináljuk, úgy még jobb. És ebben az esetben ez volt, hogy az édesapa kengurúzott az egyik babával, édesanyja a másikkal, és mind a ketten énekeltek, és egy nagyon jó érzés volt. Nincsenek zavarban, ugye elsőre a szülők, mert sokan nem igazán énekelnek a gyereknek, nem csak akkor, hogyha baj van, hanem egyébként sem. És amikor szóra kell, vagy énekre kell őket bírni, akkor úgy szégyellik először, vagy nehéz őket rávenni? Igen, sokan mondják is, hogy ő nem tud énekelni, neki nincs hangja, de mindig próbáljuk őket biztatni, hogy a gyereknek úgyis az a legszebb, amit ő énekel, akármilyen is, és csak neki kell, csak annyira, hogy ő hallja, én nekem se kell hallani. Illetve hát idővel sokszor, akihez többször is eljutunk, mert sokáig vannak bent, ők azért egy idő után szinte mindenki bekapcsolódik. Lehet, hogy csak úgy halkan, oda dünnyögve a babának, de az bőven elég a babának. És jelenleg hol és hogyan működik ez a program, illetve ön hogyan került kapcsolatba ezzel a módszerrel? Hát én a szakdolgozatommal
kerültem kapcsolatba, amikor zeneterápiát tanultam, és a szakdolgozatom témáját kerestem, akkor én mindenképpen rájöttem, hogy koraszülöttekkel szeretném, illetve a zenének a koraszülöttekre gyakorolt hatásával szeretnék foglalkozni, és akkor akadtam rá erre az alapítványra, akinek a vezetőjét megkerestem, és akkor kezdtem el járni hozzájuk így hospitálni, először több helyre, illetve utána pedig én Miskolcra kezdtem járni, ahol már évek óta szerették volna, hogy valaki járjon a alapítványtól, de nem volt senki, és így én jártam, hát majd 2,5-3 évig majdnem Miskolcra, és utána találtam egy ottani óvónőt, aki most helyben van, ráér, és ő szívesen bekapcsolódott, és akkor együtt, egy ideig együtt jártunk, megmutattam neki, hogy mit, hogyan, és akkor átvette most már a szerepemet. Úgyhogy én most szeretnék majd Egerbe, de most a járvány miatt semmi, tehát még megbeszélni és tárgyalni sem lehet erről. A zenegyógyító ereje egyébként milyen területeken alkalmazható még? Hát szinte mindenütt. Tehát például nagyon, ami Magyarországon talán leginkább elterjedt, az egyrészt a pszichiátriákon, tehát ott a rehabilitációhoz. Azért az már most elég sok klinikán és kórházban van zeneterapeuta, aki tart csoportos zeneterápiát, illetve az időseknél, ott még nagyon elterjedt, meg például nagyon érdekes, mert egy volt csoportársam, ő kóma osztályra jár, és a kómásoknak énekel, és nagyon jó hatást vesznek észre. Úgyhogy mondhatni mindenkinek, egy kicsit mindegyik más, nyilván, de kétféle zeneterápia van alapjában, a receptív meg az aktív zeneterápia. A receptív az, amikor hallgatunk, az aktív az, amikor bele szól a kliens is, tehát ő is játszik ilyen egyszerű hangszereken, és akkor kettő persze kombinálható. És nyilván például a koraszülötteknél csak úgymond a receptívet tudjuk használni, hiszen a kisbaba nem fog beszállni, bár azzal, hogy az anyukát bevonjuk, már valamilyen szinten kombináljuk a dolgot. De például az időseknél, meg a pszichiátriai osztályokon ott nagyon sok az aktív zeneterápia, hiszen ők belemennek és élvezik, hogy hatalmas dobokon lehet zenélni. És az ön családjában milyen szerepet tölt be a zene? Mert feltételezem, hogy ez nem csak úgy jött, hanem volt valami külső hatás. Hát igazából férjem is és én is úgy jöttünk, hogy a zene az úgy alapvető volt a családunkban, így az teljesen egyértelmű volt, hogy a gyerekek zenélni fognak, nem kell, hogy olyan szinten, de az alapokat szerezzék meg, így minden gyerek zenélt. Jelenleg zenei pályára csak a kislányom készül, majd meglátjuk, hogy mi alakul. Egyébként játszunk most már szinte majdnem az egész család az Opsitos Fúvós zenekarba, énekelünk kórusba, egy része a családnak az Agria vegyes karba, és hát egy ilyen kis kamara együttest is összehoztunk egy projekt kedvéért, akivel ilyen 10 koncertes sorozatot tartottunk. És milyen tervei vannak még? Mert hogy azt olvastam, hogy komplex élményterápiát szeretne végezni, ez mit jelent pontosan? Hát igen, mi nemzetközi projektekkel is foglalkozunk, és ott ilyen élményterápiás elsősorban outdoor projektekkel foglalkozunk, és ebbe kombináljuk bele a zenét, illetve a lovasterápiát, amivel férjem foglalkozik. Ezért nagyon sok ilyen élményterápiás képzésre jártunk, és végeztünk el, meg képezzük magunkat. És én azt vettem észre, hogy nagyon hatásos, különösen például felnőtteknél és gyerekeknél, akik nem sérültek, hogy nagyon-nagyon jól be lehet vonni ilyen élményterápiás feladatokkal, és a zenével össze lehet kombinálni a dolgokat, és ez érdekelne, hogy majd még tovább vinni, úgyhogy ez irányba kacsintok, mert voltam egy nemzetközi képzésen is ezzel kapcsolatban, és ott nagyon-nagyon jó példát láttam erre Olaszországban, ami nagyon jól működik, és úgy gondoltam, hogy ez lehet, hogy működhetne itt is. Így legyen. És sok sikert kívánunk ezekhez a tervekhez is. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm.